Sziasztok srácok, én Jack vagyok, és itt van velem a Stark. Szevasztok! És a mai nap a múltkori kihívásunk mintájára ismét egy építőgépet fogunk építeni, csak ezúttal nem át kell majd menni egy szakadékon, hanem a cél, az az ég lesz, egészen pontosan a pálya teteje. Az űr, a legvégső határ. Így van, egészen az űrig fogunk menni. A szabályokat akár csak eddig is Stark fogja ismertetni. A szabályok nagyon egyszerűek lesznek. Építeni kell egy olyan gépet, ami képes építeni magának ugyebár egy utat egészen a plafonig, és ezen leföl tud járni, mint egy egyszerű lift. Nem kell tudnia elhagyni, illetve külön módon járni a talajon, sőt, akár meg lehet csinálni úgy, hogy amikor leszponjuk a gépet, már egy bizonyos részét nyilván rögzítjük akár a talajhoz, illetve az a nevezzük sínnek, pályának, tracknek, aminek akarjuk, amin közlekedni fog fölle, annak egy kis része meg lehet építve előre, már a leszponoláskor, de maximum akkora, amekkora a gépnek a magassága. Nyilvánvalóan, hogy valaki ne egy akkora géppel kezdjen, ami már egyből a tetőig megy, úgyhogy építőgépre fel, kezdjük az építést! Na hát lássunk is neki az építkezésnek. Igazándiból egész konkrét ötlettel álltam most elő, bár még nem építettem belőle a prototípust, úgyhogy lehet, hogy egyáltalán nem fog működni. Nagyjából valami olyasmi lenne a tervem, hogy csinálok egy kis autófélét, ami megépít magának ugye két egyes oszlopot, tehát lesz egy egyes oszlop, két egyes oszlop, és erre kerekekkel fog ráfeszülni, tehát lesz egy kerék, ami neki feszül, és maguk a kerekek, ahogy forognak, fogják fölvinni igazándiból ezen a pályán, és ahogy megy föl, úgy építi folyamatosan. Gondolkodtam, hogy valami menő toronyszerű szerkezetet kéne csinálni, és ez ilyen nagyon jól néz neki, hogy ugye folyamatosan egy egész tornyot épít, és akkor mehetne körbe egy előre meghatározott pályán a pump, és építeni a tornyot, viszont az nagyon-nagyon lassú lenne. És főleg, mert a cél a pályát tetej, ami azért elég messze van, és nem szeretném, hogy órákig építkezzünk, plusz ugyebár versenyről van szó, ezért igazándiból egy ilyen sokkal egyszerűbb dizájnnál maradtam. Lehetne egy sima egyes oszlop is, de gyorsabb nem lenne, viszont félek, hogy kevésbé lenne stabil, ugye, hogy mindenféle eszközök kilógnak a gépről, nem tudom, mennyire lenne stabil, de hogyha stabil is lenne, csak jobban tetszik, hogy egy ilyen oszlopszerűségem van, vagy hát, hogy két ilyen oszlopszerűségből épít magának egy állványt, mint az, hogy csak egy simán. Úgyhogy ennyi a terv. Szerintem elkezdem a kis autóval, mert azért én szeretném, hogy tudjon közlekedni magától is, illetve úgy szeretném megcsinálni, hogy le tudjon jönni erről az oszlopról, amit épít. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz egyszerű maga a dizájn, illetve mennyire működik, és majd ez alapján alakulgat közbe. Úgyhogy elkezdem az autó építésével, és aztán meglátjuk, hogy haladunk tovább. Na hát a kocsi alapja az igazániból most semmi bonyolult. Egy ilyen kis célalakú keretet terveztem, ugye, hogy ezzel tud majd ráállni, illetve leállni az oszlopról, amit lerakott. Igazándiból fordul mind a négy kerék, ugye egy picit kisebb legyen a fordulóköre, ugye így is elég nagy, mivel elég rövid autóról beszélünk, nem akarok hosszút csinálni, úgyhogy azért kicsit ilyen unortodox, de hát, hogy azért ennek gyorsan közlekedni, illetve gyorsan fordulja nem kell, ez csak azért kell, hogy egy picit lehessen vele precíziósan fordulni. Most még ugyanolyan billeg, mert még szinte semmi súly nincs rajta, ezt majd kiegyensúlyozzuk. Tettünk egy újabb kisebb lépést a megvalósítás felé, ugye most ezt még majd egyel odébb kell tennem, mert nem pont középen van, de a lényeg az az, hogy ugye megcsináltam, hogy ez a két pump be tudjon fordulni. Ez ugye azért fontos, mert hogyha szeretnénk lefelé is menni, ugye azon a liften, amit csináltunk, ugye abba az irányba, ugye, hogyha ezek itt lennének, akkor nem tudnánk lefele menni, hogy a blokkóba beleakadnánk, amiket letettünk. Úgyhogy ezek innen szépen ki tudnak fordulni, és akkor majd le tudunk csúszni, vagy legördülni a pályán, amit hagytunk magunk után. És hogyha ez a helyére megy, csináltam egy időzítőt egy éskapuval, tehát az időzítő adja jelet, és hogyha én még adok neki egy jelet, akkor valamiért nem épít. Azért nem épít, mert nincsen bekötve. Mindjárt bekötjük. Azt mondja, hogy ezt rákötjük az éskapura, meg őt, és már épít is gyönyörűen. És ha jól megcsináljuk a gépünket, akkor azzal a tempóval, ahogy ő épít, mi itt tudunk is majd szépen fölmenni, de ez még azért egy elég optimista becslés, majd mindjárt meglátjuk, haladjunk is tovább. Nos, megvan úgy kb. A prototípus. Még nem próbáltam ki, hogy ezt most élőben megnézhetitek, vagy hát nem élőben, de legalábbis a videón megnézhetitek, ahogy elég nagy eséllyel nem fog működni.
ugye ezek ide szépen befordulnak, a kettesre elkezd építeni, és ha eleget beépített, akkor elvileg a hármassal, ugye befordul az a... Menjünk egy picit közelebb. Nem, így. A hármas ugye ez a két kar befordul, és elvileg átöleli azt az oszlopot, amit felépítettünk. Gyönyörű. És ugye ott lent látszik két kerék, amit ha minden igaz a négyessel ráfordítunk, aha, egy picit túlszoros lesz. Az ugye oszlop nélkül egész 45 fokba bejön, de ez elvileg megfogja. Na most viszont egy valamit nem csináltam meg, azt még gyorsan megcsök. Egyrészt ezeknek visszaveszem a szögét, hogy ennyire ne feszüljön rá. Azt mondja, mondjuk egyszer 15 fokot leveszünk, még így is bőven rajta van. És ha még egyszer... Aha, még így is. Jó, ezt egyenlően így hagyjuk, és teszünk rá még egy motort. Ez egy electrical engine lesz, aminek ugye az lesz a szerepe, hogy ez fogja fölvinni ugye ezeken a kerekeken keresztül. Na most ezt rákötjük. Hát egyenlően menjen ez is a W-re. Rákötjük gyorsan a kerekekre. És úgy állítjuk, hogy mindegyik befelé tekerjen. Úgy, és ha minden igaz, akkor... Aha, csak motorerőt kéne állítani. Mondjuk legyen ennyi. Srácok. Ritka alkalmak egyik, amikor a prototípus úgy tűnik, hogy gyönyörűen működik. Egy picit még gyors, de... Lehet, hogy ezt... Hopi. Aha. Na most történt valami. Lehet, hogy kéne még egy ilyen fixálókat csinálni egyen lejjebb, hogy ugye nagyobb területen fogja, akkor nem tud így elfordulni rajta. Azt még megcsinálom, és akkor csinálunk egy újabb tesztet. A sebességet lehet, hogy így hagyom. Ugye nagyon kényelmes lenne azt megcsinálni, hogy pont olyan sebességre állítsam be, hogy még ne tudjak leszaladni a sínről, viszont azt eltalálni, hogy ez olyan sebesség legyen, hogy kihasználjam az építőknek a teljes sebességét, az nagyon necces lenne, úgyhogy inkább egy kicsit oda kell majd figyelnünk, hogy ne szaladjunk le róla, de biztos, hogy az építők sebességét kihasználjuk, építőket most a pumpra gondolok, mert nyerni szeretnék. Na hát akkor prototípus próba 2, ugye megcsináltam rendesen a karokat. És most, ha minden igaz, akkor ezt a problémát ki is kerültük. Ennél gyorsabban egyébként nem tudom, hogy lehet-e működtetni a pumpokat, reméljük, hogy nem. Szóval ezek szépen rámásztak, jöhetnek ezek, és mehetünk is föl. Igen, hát csak arra kell figyelnem, hogy ne legyek túl gyors, de egyébként gyönyörűen tudunk haladni fölfele. Csak ugye le kell... Hova tesszük menni? Sehova. Csak lövöldözök itt el a semmibe, nem kell aggódnod, nem éppen prototípus tesztelek. Csak gondoltam, szólok, hogy tök jól állok. Jó, ezt örömmel hallom, szükség lesz rá. Ez a szükség lesz rá. És ide is tudunk jönni az oszlopról. Ezt kinyitom, és hogyha minden jó vagy, akkor hopp, csak aha, ezeket még ki kéne hajtanom, útba voltak. És így szépen el tudjuk hagyni a pályánkat. Úgyhogy srácok, a prototípus készítés működik. Meg kell csinálnom ugye még egy-két vezérési apróságot. Egy picit szebben elrendezni a dolgokat, és jöhet a dizájnolás, a színezés és a hasonlók. De eddig én bizakodó vagyok. Meglátjuk, még egy-két apróságot talán majd szeretném megcsinálni, legyen egy ilyen kis platform körülötte, mert ugye súlyt mindenképpen kell mérgentre tennem, ugyanis nagyon lassan tudok csak haladni és kanyarodni, és amint egy kicsit felgyorsul, elkezd elborulni, bár most már egyre jobb, az előbb még nagyon-nagyon rossz volt, most kicsit kezd javulni, de még mindig nem az igazi. Úgyhogy lentre még akarok sújtani, ilyen kis platformot szeretnék körbe, esetleg még itt elől is a platform fog majd nyílni, de meglátjuk. Na, most elkészült a nagy mű, hát nem ez lett életemnek bonyolultabb szerkezete. Gondolkodtam, hogy mindenféle bonyolultabb megoldásokon is, de aztán, ahogy látom, sztár közömászik, de aztán győzött az észérv, hogy inkább szeretném, hogy jól működjön, és inkább nyerni szeretnék.
Illetve az, hogy a legutóbbi kihívásban a hídépítésben ugye elég sok problémával küzdöttünk a játék hülyeségei miatt, úgyhogy most próbáltam olyan egyszerű levenni, amilyen egyszerű lehet. Egy valamit, hogy megcsináltam, azt szerintem az előbb nem mutattam még, hogy van rajta egy ilyen kinyitható rész, ez itt elől. Ugye, hogyha kell, akkor ezzel szépen át tudok állni egy már meglévő oszloppárra, vagy pedig lejönni róla. Úgyhogy igazándiból ezzel kész a teljes szerkezet, a többi funkciót már láttátok. Én úgy tudom, hogy Stark is nagyjából készen az övével, úgyhogy igazándiból lássuk a végeredményeket. Akkor elkészültél, ugye, Jackie Boy? Így. Megnézzük Jack gépét. Azért az övét először, mert ugye legutóbb én voltam a soron, úgyhogy most átmegyünk ezen az ajtón. Csak először kinyitjuk. Aha. Hát ez nagyon szép. És ez mit csinál? Ez mindent is csinál. Ez ilyen kalimpálógép? De ezzel tudsz menni a földön rendesen? Persze. Nem mondanám, Jézus, hogy nagyon elegáns, de amennyire elegánsnak kell lennie, annyira... Azt kell, hogy mondjam, hogy kompaktabb lett, mint az enyém, hogyha ez vigasztal, bármennyire is. Igazán, de nem meglepetés. Alapvető működ... Ja, hogy középen fogsz fölmászni. Így van. Érdekes conception. Ha jól tudom, akkor te is ezt a sárga blokkot használod a fölfelé útépítésre, ugye? Így van. Annak egyszer láttam a tetejét, amikor teszteltem, csak azért. Látom, itt vannak a hippie-török. Így. Nekem is ugyanezen a izén van, úgyhogy... Hát igazából nem tudom, mi fog múlni ez a verseny. Rohadt jól néz ki. Most a működését ugye élesbe fogjuk megnézni, és megpróbálkozunk azzal, hogy csinunk egy fej-fej melletti versenyt, mert amúgy is sok idő felérni. Így van. Megmutatom neked igazából itt, hogy mi az én gépem. Persze egy kis távolságot okosan hagyunk, hogy tudod, ne az legyen, hogy a játék nem szereti, hogyha közel vannak egymáshoz. Gyere ide, kérlek, szállj le. Jó. Közben beforgattam a pumpokat, igen. Képzeld azt, hogy te egy... Képzeld azt, hogy te egy napi 12 órában egy bányában melózó ember vagy, és a nap végén csak arra vágysz, hogy ezzel fölmehess a bányából. ez tökéletesen menne a rabszállító vonatomhoz, szerintem. Lehet konkrétan ugye bele csukni az ajtaját, tehát ilyen tök ez király. Ilyen tudod, ez a bányalift volt a koncepció, csak annyi, hogy ő fölfele megy, viszont mivel bányalift, és ugye vasból építettem, nagyon nehéz, úgyhogy thrustert kellett használni. Meg az építkezéseken van ugye ilyen ilyesmit típusú, ilyen kosárlift. Igen, tehát direkt ez volt amúgy a koncepció, abszolút ez a kosár feeling, akkor ugye be tudsz ülni, és akkor hát ez majd tud funkciókat, nyilván, hogyha elindul, akkor majd látni fogod. Annyi, hogy az enyémnek ugye ez a talpa ez leválik, és az enyémet rögzíteni kell. Na most én mindenféleképpen arra gondoltam, hogy én adok neked annyi előnyt, és tudom, hogy nincs szükséged amúgy előnyre, de adok neked annyit, hogy megépíthess egy köbő ekkora. Hát vagy legalább egy akkorát, amíg fel tudsz csatlakozni így a dolgokra. Itt, hogyha itt építem, jó? Tökéletes igazából. Én ezt így érzem korrektek, mert én előre megépítettem, és bár nem volt szabály, vagy ugye a szabályban volt, hogy lehet ennyit. Nyilván már tudtam, hogy nekem ilyenre van szükségem, és Jack beleegyezett még, amikor beszéltük a szabályokat. Ó, és legalább látom, hogy hogy csatlakozó. Ó, milyen elegáns. Így van, és a kerekek arról szépen elfordulnak. Hát figyelj, igazándiból mennyi kell még? Mennyi? Ja, hát úgy. Az úgy elég lesz. Azt nézem, most egyforma magas. Igen. Azt nézem, hogy... Ja, hogy a kereket kicsit így rászorítottad. Na hát nekem ez nem jutott eszembe, meg tartottam ettől az ötlettől, meg hát ugye én kicsit máshogy akartam körbefogni. Tehát én ezt nem is tudtam volna szerintem úgy megcsinálni, mint ahogy. Hát lehet meg tudtam volna, csak macera lett volna. Egyszer lett volna te eseted, igen, mert te kívül, tehát te belülről feszülsz kívülre, én pedig ugye kívülről belülre. Belülre feszülök. Te kitámasztasz, én betámasztok. Nagyon rossz lesz a kamera nézet, mert nekem ugye a kosárból ugye csak egy bizonyos szögbe tudom nézni. Mégis marad nyitva az ajtó, mert akkor tudom normálisabban forgatni a kamerát. Készen állsz? Készen. Úgy csuriban van az ujjam, hogy ne legyen semmi probléma. Na hát akkor kezdődhet a verseny. 3, 2, 2.5, 4. Vagy mi honnan számoltam? 3, 2, 1. Most! Van egy érzésem, hogy ez elég egyforma ez. Hát amúgy valamiért most sokkal lassabb vagyok, mint a tesztek alatt, amit nem igazán értek, alul nem is forognak a kerekeim. Ez meg tudok kicsit fentebbeni, hát ez a probléma, de nem hiszem igazán. De most, most hozom be! Na igen, amikor elkezd tapadni. Oké.
Érjük úton, gyerünk! Azt nem tudom, hogy hogy építesz nem gyorsabban, mert elvileg nálam egy leggyorsabb timer adja a jelet a... Nálam is elmetlen. Hát ez az. Jó, mondjuk nem, szerintem nem nagyon érzem, szerintem kb. Egyforma izé. Már jó magasan vagyunk, amúgy mit akarsz? Ez amúgy nagyon menő. Szerintem még nagyon-nagyon magasra kell jönni. Az biztos. Nem merek jól lenézni. Működik nálad amúgy? Nekem még egyen ötöketesen működik, minden gyönyörű. Na igen, nagyon figyelnem kell a gázadásra. Igen, neked az a probléma, hogy neked a sokkal figyelősebb, nekem sokkal nagyobb a gap ilyen szempontból. Igen, hopi. Na most ugrottam egy-kettőt, de még jók vagyunk. Gyerünk, köpködd ezt a blokkot gyorsabban. És te mindig úgy gondolt, hogy érsz utol? Néha blokkokat tudlak picit, de hogyha jól ad a gázt, akkor nem tudlak utol érni. És te gyakran jársz ide? Egy kávét esetleg? Nem tudom, nem látod erre felé akart a pultomat? Mert még itt repül Medi oldal rakétáival együtt. Így van. Vannak ilyen kis csodák. Összességében hatékonyságban egy nagyon erős döntetlennek érzem. Igen. 10 centin nyersz, akkor 10 centin nyersz, de amúgy nem, hiszen itt konkrétan a mi ügyességünkön meg a játék apróni a röccenéséig múlik az, hogy ki fog felérni teljesen. Ezt akartam mondani, hogy a gépek szempontjából ez egy egyértelmű döntetlen. Tehát ahogy az elején elindultunk, ugyanazt a tempót tartjuk mind a ketten, hogyha valamelyikünk nyer és a másik veszít, ez csak és kizárólag kezelői hiba lesz, és nem pedig gépen múlik, mondjad. Így van. Hogy majd ugye, ahogyha megvan építve, ki tud majd gyorsabban. Hát lefelé nyilván visz majd a lendület, de szerintem lefelé én megyek gyorsabban, szerintem fölfele meg te. Bár mondjuk neked ugye a kereked az jobban hajt majd. Majd meglátjuk azt, fiúk. Az már nem verseny, de azért majd versenyezhetünk egyet megfele, úgy poénból. Adom. Aztán még nem tudja, hogy én sokkal gyorsabban megyek lefelé, mint ő gondolta. Most már közeledik kéne, nem? Mióta megyünk? 10 perc? Hát annyi talán nincs, egy 7-8 perc, szerintem mehetünk, de szerintem még nagyon messze vagyunk. Hát emlékszel, hogy a rakétával mennyi ideig tudtad felérni? És az ennél jóval gyorsabb volt. Hogyha most... Neked hány blokkod van? Tele vannak a ládáid? Nem tudom, összeket tettem bele ládánként. Akkor nyertem. Jó, is kicceltem, tele van az összes. Azért mondom, mert ösztek az ugye azért több mint 1000 blokk. Egyébként 10 éve szenzorral meg lehetett volna csinálni, de kár, hogy nem gondoltam. Hogy akkor menjen fölfele, amikor érzékel, és akkor... Hát, csak akkor érzékel, akkor elveszi a gázt, de elveszi a... Nekem nagyon sokat kell folyamatosan nyomni, mert ugye nekem lassan gyorsul a gép. Hát, neked igen, nekem nagyon kényelmes, tehát... Picit tényleg lelassítatnak be nekem fölfele nézni. Nem fog lelassítani, mert aztán meg... Csak hogyha... egy picit így is vezetsz. Nem. Hát ez az aztán meg, hogyha történik bármi apróság és leelőzöl, akkor meg az lesz, hogy nyertél, nem. Tekerjed csak a nyakadat. Most már nagyon magasan vagyunk, mindjárt föl vagyunk a tetején. Nem bírok lenézni. Atya ég. Most meg is álltam az építkezésben, nem csak több ilyet. Csak kellett volna el egy autómat, úgy elmennék most aludni. Aludni? Szerintem itt leszünk egy darabig. Már várom azt az áldásos koppanást amúgy. Igen. Most innen lejteni egy csavar kulcsot. elég az atmoszférában. Azaz. Amúgy hány gombod van így összvisz? 5. Nem jó. Jó, várjál. Ez a teteje? Nem. Ki bagoltam. Erre megállok. Jó, várjál. Megállok, hogy így egy színbe, és akkor látom, hogy mit csinálsz. Nem biztos, hogy ki tudom javítani, de megpróbáljuk, várjál. Isten, először leállítom. Ajjaj. Jack! Igen. Maradj életben! Erre nem kell aggódni. Így. Nem fogsz leesni, ugye? Nem tervezem. Isten. Így. És akkor azt mondjuk, hogy hát... Várjál, ezt kihajtjuk. Jó, vissza. Menni fog? És... még nem vagyok benne biztos. Aha. ez ilyen nem ír. De milyen jó fej vagyok, érted? Megálltam mellette, amikor a gépe rossz helyre tette le a blokkot. De miért tette le a gépem rossz helyre? Mert bugol a játék. Ebből az a jó, hogy ezzel felépítesz egy liftet, utána ott hogy az oszlopárt, és bármikor visszamehet. Hopp, már megint bebugoltam. Elestél? Ó, bakker. Várjál. Várjál, kell egy izé, krumpi puska. Nem azért, hogy lelökjelek, hanem... Nehogy nekem ide lőj. Célozni. Hoppá! Atya úr, de... Az a blokk az meg fog ölni valakit.
Leesett. De mi most már sokkal előttem vagy, ez így csalás. Mit csalás? Hát így is megálltam. Gyere. Jó, de a játék izéje miatt. Izéje miatt? Akkor most hát átjöttünk hozzám, és akkor neked próbálgulni. Én nem tudok tovább menni. Hopp, elértük a plafont. Oh, yes! Végre! Na, és nézd meg, a két gép pont egyforma magasságban van egyébként a kerekünk. Amúgy ez igen, a padlód egy kicsit alacsonyabb, vagy magasabb, bocsánat, igen. Most becsukom az ajtót, mert amúgy rendesen rosszul vagyok itt. Tényleg? Na most nézd le. Hát ugye azt mondja, ugye, hogy is tanultuk a párhuzamosok a végtelenbe összetartanak? Ez egész össze, már kikapcsolom a UI-t. Igen, ez egész komolyan néz ki ott lent. Az a baj, hogy én csak úgy tudok lenézni rendesen, hogyha izé. Vagy várjál, tudok olyat csinálni. Én itt egy kis szállok. Úgy tudod, mi lesz nagyon... Akár elkezdtem bontani a gépet, várjál. Nagyon félelmetes? Húzok ide egy ilyen üvegfolyosót. Na jó, ez most VR-ba. Na jó, nézzük meg, hogy amúgy nagyon remélem, hogy nem fog beakadni, tehát el tud fordulni a történet, hogy te hogy tudsz akkor elengedni. Várj, először engedd el. Fordítom. Hát igen, semmi, és el van engedve. És akkor lehet menni lefelé. Én meg csak így, és igazából én meg így már... Szia! Várjál, nem jól beakadtam, beszorultam. Na biztos, súly. Hát nekem is ugye úgy volt megcsinálva. Tudod mit? Legyen. Ha nem jó, beszorultam. Várj, egy kicsit bevárlak. Nagyon komoly. De most... Jövök! Ne! Néha megakadok, az a baj. Amúgy szabad esésbe akartam lemenni, csak megakadtam, és utána megálltam. Mert ugye ezzel tudok szabad esésbe menni. Ugye a kerekek elengednek. Hát ez nagyon menet szél van. Úristen! Hát csak olyan nem tudom készülni. Az nekem is az lesz. Igen. Várjál, először megérkezek. Ajaj, jó. Na és akkor még egy funkciót nem mutattam. Én szerintem kibugoltam a keretből. Az lehet. Várjál, akkor ezt most gyors helyre igazítjuk majd. Közben mutathatod, igen? Semmi, annyi, hogy ez itt elől kinyílik. És ja, vissza kell kapcsolnom a motort, pillanat. Le tud róla jönni. Így van. El se hiszem. Mikre nem gondol ez a... Várj egy picit. És a... Hát semmi, és akkor szépen le tudok mászni. Nem értem, hogy ezt most miért csinálja. Nézd! Az enyém se akar fölfele menni. Ugyanaz, igen. Tehát, látod... Most megépítettem a... Tudod, hogy mi történik most? Na. Itt szenvedünk, srácok, megint nem tudom mióta, nem tudjuk a gépeket visszarakni. Ez ugyanaz a Phantom Block effektus, mint amikor visszafele jöttünk a hídon legutóbb. Ugyanez tehát. De... Tehát oda működik tökéletesen, visszafele meg valami problémája van a játéknak. És egyszer láttátok, hogy milyen gyönyörűen mentünk, nagyjából negyed órán át a plafonig. Igen, és te ráfogok újra az oszlopokra. Ráteszem a kereket, és amint ráteszem a kereket, elkezd ugrálni, és amint elindulnék, leugrik róla. Na, nekem is. Hogy... Azonnal leugrik. Teljesen ugyanaz, mint a liftes. Igen, a hibás. Ha én irányítom, akkor is rossz. Igen. De legalább kipróbáltam. Amúgy tetszik a géped, aranyos. Kicsit életveszélyes. A biztonsági kerítést hiányoltam, főleg ott fönt, amikor ott szerelgettél. Igen, a munkavédelmisek ne nézzenek ide. Viszont, srácok, ennyi lett volna ez a kihívás, remélem tetszett. Mindenképpen dobjatok egy kommentet a komment szekcióba, hogy melyik tetszett jobban. Igazániból érzem, hogy lehet, hogy ebbe a kihívás most, ha a dizájnt nézzük, akkor nem én voltam a legerősebb, viszont funkcionálisan mind a kettő gyönyörűen működött, egy-két apróságot ugye a játék hibáit leszámítva, de mind a kettő tökéletesen fel tudta építeni a kis oszlopjait a plafonig. Ami nagyon menő lett. Igen, ami nagyon menő lett. A lejövetel már egy kicsit problémás, és sikerült mindkettőnk számára. Viszont ez ennyi lett volna. Én Jack voltam, itt volt a Stark. Szevasztok! És találkozunk a következő kihívásban. Sziasztok!